Gyerekek tömték meg szalmával a földre fektetett több méter magas kiszebábot. Néhány perccel később pedig már lángolt is. A kicsik ezt élvezték a legjobban. Hogy nagyon jól égetett a kiszebáb, és mindenkinek melegebb volt. Melegedik a kezem, meg hát jó volt nagyon. A szekszárdi fősővárosi kör második alkalommal szervezte meg a város kápolna terén a régi korok hagyományos télűző eseményét, a kiszebáb égetést. A néphagyomány szerint a kiszebáb a telet, a böjtöt és a betegségeket szimbolizálja. Elégetésével a kellemetlen dolgokat igyekeztek távolra üzni maguktól az emberek. Csökkentek a nappalok, ettől féltek az emberek, megjelentek a betegségek is, és ide tűzik az, hogy tűz körül próbálták körbeállni, és ezzel úgy mond hívni az akkori, amiben hittek, nem tudom, isteneknek. Ugye ez egy néphit, és valahol azt beszéltük az előbb is, hogy bejött nekik, hiszen tavasszal ugye elkezdtek a nappalok ugye megint hosszabbodni. A mostani kiszebáb égetésre a helyiek összefogásának köszönhetően került sor. Volt, aki a szalmát adta, mások már régi nem használt ruhákat, megint mások pedig a borukat ajánlották fel, és volt, aki zsíros kenyeret csinált. A kiszebáb égetésen több százan vettek részt.